Tisztelt polgármester úr, mi minden történt ezen az utolsó héten? Ez az utolsó hét nekem betegséggel kezdődött, úgyhogy összes hétvégi programomat kénytelen voltam lemondani, így nem tudtam sajnos ott lenni a cipősdöboz akció átadásán, meg a mindenki karácsonyfájása, meg sok helyen még. De aztán végül is a héten a kerületi kézilabdásoknál voltam viszont egy karácsonyi ünnepségen, ami csak részben volt karácsonyi ünnepség, mert azt is ünnepelték, hogy 25 évvel ezelőtt alakult meg a KMS-e, ahonnan nagyon komoly válogatottakat neveltek ki, mint például Tomori Zsuzsi, aki ha nem lett volna sérült, akkor most is a világbajnokságon ott lett volna. És ha jól emlékszem, most talán a Győrbe játszik, de lehet, hogy a Fradiba, vagy a Győrbe, mindegy. Tehát, hogy valamelyik top magyar kézilabda csapatban játszik, és nagyon jó átlövő. Aztán hát ugye a héten mi más lett volna, mint karácsonyi partik. Ebből azért volt néhány. A János utcai nyugdíjas klubban voltam karácsonyi partin, illetve a Vidámvásár utcai cinkotai nyugdíjas klubban is voltam karácsonyi partin. Ezek mindig nagyon jó összejövetelek szoktak lenni, mert közös éneklés, közös versmondás, illetve hát jó néhányan készülnek saját költeménnyel erre a karácsonyi alkalomra. Úgyhogy ott mindig érdemes elmenni ezekre az összejövetelekre. Aztán a kerületgazda is tartott évvégi értékelőt, meg a Korvin Művelődési Ház, és úgyhogy ezekkel telt alapvetően a dolog. Egy olyan dolog volt, ami nem volt még eddig, így az adventi ünnepség sorozatban, hogy a Magyarországon élő vietnám és azon belül is a 16. kerületiek a Szent Imre utcai beszédjavítót ajándékozták meg, azzal kerestek meg, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket szeretnének támogatni, illetve az ő intézményeiket. És akkor így egymásra találtak a beszédjavítóval, ugye a Göllesz intézménynek ennek a Rákosszem Mihály telephelyével. És általános iskola? Általános iskola, igen, tehát ők általános iskolások. És ott volt egy nagyon jó kis, jó hangulatú karácsonyi ünnepség, ahol láthatták azt az ajándékot, ami egy bazinagy televízió volt, hogy finoman fogalmazzak, de ekkora tévét én még nem is láttam. Valószínűleg ez volt az, amit megbeszéltek, hogy a Jézuska ezt hozza. Bár ugye a vietnámiak alapvetően buddhisták, tehát ők nem tartják a karácsonyt, de mégis ha már itt élnek, ahogy mondták, és a Tuan barátom, ahogy mondta, hogy nekik már Magyarország a hazájuk nagyon régóta, és ugye ők tartják ezeket az ünnepségeket. Aztán a ünnepségeken túl még a munka is zajlott. A polgármesteri hivatalba átadtuk a András utcát a forgalomnak. Ugye az András utca, Piros Rózsa utca, Ciráki utca nyomvonalon építettünk csapadékcsatornát. Ugye ez nagyon hosszú, meg bonyolult beruházás volt, és akkor így a Ciráki utcát is teljesen megújítottunk, járdát építettünk. Parkolónak mondom én, de igazából az csak egy megerősített patka, ami az erdő mellett készült, hogy le tudjanak oda parkolni, akik eddig is ott parkoltak. És akkor az András utcában eltűntek végül az árkok, járdát építettünk, utat építettünk, egy szép zöld felület lett, ami még nem volt zöld, mert hát még nem nyit ki a vetett mag, de remélhetőleg tavasszal már szép zöld felület lesz majd. És így a Sashalmi csapadékcsatorna építés egyes szakasza lezárult. Kicsit idő előtt, mert januárban kellett volna befejezni ezt a munkát, de hát hál' Istennek a kivitelező is, meg a hivatal dolgozó is ügyesek voltak, és így december végére lezárult ez a beruházás. És nagyon örültek a lakók, úgy hallottam, nagy buli volt. Hú, ezt én is csak hallottam, mert beteg voltam, de hívtak, de nem tudtam menni. Ugye állítólag valami pörkölt főzés, vagy valami bográcsozás volt a lakóknál. Úgy látszik, ez most már népszokás lesz itt a 16. kerületben. Ugye nagyon régóta van már a Kossuth Lajos utcában parti, amikor megünnepelték, hogy szilárd burkolatú útjuk lett. És hát most az András utcában eddig is aszfaltos út volt, de hát nem ilyen szép, meg nem is lehetett rendesen használni az utcát, parkolni se lehetett, most már azért sokkal jobban használható. Ez nem egy túl széles utca, ez az András utca, ott Sashalmonnak ezen a részén nem nagyon vannak széles utcák, és ezzel a beruházással szerintem sokat léptünk előre. Így van. És akkor ennyi volt a hét? Ennyi volt a hét, a hivatal zárva van karácsony és új év között, úgyhogy ne jöjjenek. Másodikán már nyitunk, tehát már az első munkanapon hétfőn már lehet jönni. És mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepet, és egy sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok. Viszont kívánjuk mi is, és tényleg nagyon jó pihenést, és teljes gyógyulást kívánunk. Köszönöm szépen.